Térképek, fényképek, vizsgálati eredmények fekszenek az asztalon. A tavaly létrehozott tolnai közlekedési munkacsoport befejezte a munka első szakaszát, felmérték a város 6 körzetét és kialakították álláspontjaikat arról, hol kell forgalmi változásokat bevezetni annak érdekében, hogy biztonságosabbá váljon a tolnai közlekedés. Néhány utca tekintetében itt elsősorban a szűk, nehezen kétirányú forgalom számára nehezen járható utcák, ezekben egyirányosításokat fogunk javasolni, bizonyos területeken várakozni, megállni tilos táblák kihelyezését, ugyanakkor más helyeken parkolók helyek kijelölését, létesítését fogjuk javasolni. Néhány helyen elsőbségadás tábla helyett stop tábla kihelyezését fogjuk javasolni. Hát is több apró észrevételünk van, amivel talán lehet finomítani, biztonságosabbá tenni a forgalmat településünkön. A most elkészülő összefoglaló anyag az első lépés. A felmérést szakmai szervezetek értékelik, és az új kialakult végeredményt a városlakók elé tárja a bizottság. Valami javaslatot meg fogunk a mai nap fogalmazni, hogy egyszerre történjen a bevezetés, vagy szakaszosan. Nyilván itt is a szempontokat mérlegelni kell, hogy mi lesz a célra vezetőbb. A munkacsoport ezzel nem fejezte be a tevékenységét, 3 havonta tesz majd le újabb javaslatokat az asztalra. A mostani felmérés eredményeként létrejövő változtatásokról márciusban dönt majd a tolnai önkormányzat.